out, here she comes. Hát most már nem nagyon múlik el úgy vlog videó kezdete, hogy ne a kis szarházi piszével kezdődjön, úgyhogy hát akkor üdvözölnék mindenkit, megkezdjük a következő vlogot, sok minden lesz ebbe. Szóval most elmegyünk, ugyanis mutatok nektek valamit a kocsival kapcsolatban, ami elég érdekes, úgyhogy nézzük is. A holnapi nap folyamán indulunk Szolnokra, viszont kijöttem megint erre a helyszínre, ugyanis forgattam egy másik videóhoz egy kis anyagot, mindegy, de van egy olyan problémám mostanában az autóval, hogy amióta elkezdődött a nyár, de lehet ki régebben is, tehát tavasszal, meg nyáron is, vagy télen is fennállt ez a probléma, de arra nem emlékszem, bocsánat, visszaveszem. Szóval, hogy ahogy elindulok, megyek, mit tudom én, egy 80-90-es tempónál, de lehet, hogy kisebb tempónál is, hallok bizonyos hangokat a motortérből, ami nem a motor, meg az ilyesmi, hanem valami teljesen más, ilyen, mint hogyha egerek mászkálnának így egyik oldalról a másikra. Most is, ahogy jöttem idefele, ez itt egy ilyen 80-90-es tempós sima országút. Ugyanezeket a hangokat hallottam, aztán megálltam, és itt az autó mellett forgattam, és megint hallottam egy ilyen, mint hogyha valami így leesett volna. Aztán felhívtam a Cracket, ugyanis az ő autójába is ugyanezt hallottuk, amikor mentünk egyszer Pestre. És ő azt mondta, hogy amikor szedték szét a kocsiját, diót találtak benne, meg mogyorót. Nézzük már meg! Úgyhogy hát remélem az enyémben nincsen ilyesmi. Mondjuk inkább ilyen legyen, mint egér. Úgyhogy most felnyitjuk szépen a motorháztetőt. Úgy is akartátok többen látni belülről, nem tudom, hogy ebbe mi a jó, de megmutatom. Ez így a motortér, és hogy a probléma az hol rejlett lehet. Hú, mennyi izé van ezen, hallod? Valahol ott bent. Nem tudom, én ott nézegettem, de nyilván semmit nem láttam. De mint hogyha onnan bentről jönne valahonnan, most nincs elhang meg semmi. De azt garantálom, hogyha elindulnék, biztosan jönne. És ugye van egy ilyen hangja az autónak, ahogy leállítod, és akkor így, mintha pislákolna a tűz, picit olyan. Ezt így elég hülyén magyaráztam, mert nem tudom normálisan elmagyarázni. Mindegy, van hangja, de ez nem olyan. Hanem ez konkrétan olyan, mintha futkároznának benne. Úgyhogy egér van a kocsiba? Hát már minden baja volt, de egér még nem volt benne. Ez új. Aztán szerintem ezeket a leveleket is szépen kifogom, nem is tudom, porszívózni, talán azt lehet. Na, akinek hasonlója volt, az írja már meg nekem, hogy ez mi a jó Isten, mert fogalmam sincsen. Egyébként, aki esetleg szerette volna látni, hát akkor még egyszer mutatom. Itt a gyönyörű motortér. Ezt láttam én már viszonylag sokat. Riadva néztem mindig bele, hogy vajon most mi lehet a problémája. Holnap esni fog az eső. Reméljük a rendezvényen nem, de indulás Szolnokra, egy közönség találkozó szerűségre. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Hát nagyon esőre áll az idő, itt van Crack is. Csá. És nézzétek meg, olyan, mint egy turista. Ez a turista szett, figyeld, kamera, oda-arra csapva, zseni. Na úgyhogy bemegyünk, csinálunk vágóképeket, Crack is azért hozta azt a kamerát, segít nekem vágóképeket csinálni, meg hát ő hozott. Viszonylag fáradtak vagyunk. Te fáradt vagy? Aha. Én is fáradt vagyok, mármint, hogy én nagyon. Ez már a hatodik nap, amikor nyomjuk ezerrel a dolgokat, mert volt egy hétvége, ami nem volt, és akkor hétfőtől meg megint nyomjuk, úgyhogy hát ez van, most szombat van, meglátjuk, hogy hogy fogjuk magunkat érezni, nagyon éhes vagyok, pisilnem kell, és fáj a fejem. Na, szóval kicsit félreértettem én itt a helyzetet, fura is volt, mert hogy egy repülő múzeumban jövünk, és nézzétek meg, tényleg, hogy egy ilyen helyen vagyunk, úgyhogy rengeteg féle fajta repülőt fogok nektek mutatni, illetve van egy repülő szimulátor, azt is nem sokára ki fogjuk próbálni. Közben Isti is megérkezett. Indulhatunk? Menjünk! Itt ült a pápa. Szerintem inkább egy ilyen fotelből ült a pápa, nem egy olyan kis szar helyen, de mindegy. Azt mondta, pápa vagyok. Hát srácok, hogyha itt nem.
Nem. Hú, baszki. Utána használták még. Figyelj, csak ide átveszem a kormányzást, mint már bóckodnak. Biztos nem így szálltak be, ugye? Nem, biztos nem. Itt a gép hátuljába pedig. Ez így mind a WC? Jó, tehát, hogy itt a kis macska ülőre felülsz. István. Jelenek hallék. Így az ennyi. Várjál, csak bele ne essek. Felülök. Jön be valaki. Tesó. Jönöm kéne. Jó, várjál. Várjál, én is kipróbálom, ja. Csak na. Benne ne maradjál. Jézusom, az a WC papír tartó, az megvan? Na mutasd te, hogy abszolválod ezt. Azt a kurva, az a WC. Ülj rá valahogy. Bene szakadjon amúgy itt a kommunizmus utolsó. Fellegvárja, bazd meg. Azt! Haver! Azt így... Hú, tesó! Na! Szóval, az a helyzet, hogy én nem tudtam, lehet én vagyok az infótlan, de én nem tudtam, hogy repülők, mármint hogy helikopterekbe van sugárhajtómű. Azok a plexi csöcsök, látod? Amik plexi vannak. Csöcsök. Hát plexi csöcsök, mutatom. Menjünk kicsit közelebb. Ezeken a fegyvert dugták ki. Hogy így lőttek. Hogy ezen nincsen fegyverzet. Ebből így kidugták ezeken a fegyvereket, azt akkor hajrá. És a légnyomás változása nem volt szartak azokra. Nem volt az probléma. A légnyomás változás nem volt, Ré? Nem, de hogy olyan magasan nem? Nem fel voltak ezekre készülve, meg ez a gép nem ment olyan gyorsan, meg olyan magasba, hogy itt bármi problémát okozzon. Persze, kirúgták a fegyvereiket, kézi fegyvereiket, és gyönyörű szépen tudtak lőni, vagy megvédeni a gépet. Baby, lost your tongue somewhere, don't know what to say. Stop and run around, oh you act like... Ez így, mind egy rakéta. Ez így. Ezzel mit lehet kiírtani? Hadd legyen egy tippem, hogy ezzel bármit. Na mennyire eladó ez? Körülbelül 30-40 ezer euróért. Már elgondolkozik rajta az ügyvezető igazgató úr, hogy megválik tőle. Az ő tulajdonában van ez a motor. Ő az R12-es, ő itt nem a Reptárnak a tulajdonában van, hanem az ügyvezető igazgató úrunké, Kovács Ákos úré. Egy 500 eurót adok érte. Nem. Jövő hónapban fizetek? Nem jó, nem egyeztünk meg. Most ami fog történni, hogy ebbe a gépbe fogunk beülni hátra, mutatom. És ezzel hány kilométert szoktak menni? Nem, most már sem ennyit, most már hát azt gondoltam. Rácsod az ajtót. Hát azért itt országon belül elég gyakran jártam. De mennyit? Egy 300 kilométer? Annyit simán. Gyilkos. Nehogy azt higgyétek, hogy én ezt fejből tudom, de ez a motor 93 kg, és ezt úgy nevezik, hogy csillagmotor, és 1990-ig gyártották, azt hiszem 1973-tól. És ott a csillagmotor beépítve. Szóval, hogy tanuljunk ma is valamit, ez itt egy fényképezőgép, azt mondták. Ez gyönyörű lesz. De nézd meg azt a közös képet, hallod? Ja, hogy te itt vagy mellette, erre is. Igen, ott vagyok. Hello. Amiket még mutogatok nektek, azok roncsok, mindenféle turbina, meg ilyen félrepülőgépek, úgyhogy nézzünk egy kis vágóképeket. Ami még érdekes, és el akartam mondani erről a repülőről, MiG 29 talán, ha jól emlékszem, hogy ez 4000 kg kerozint 20 perc alatt éget el. Tehát én azt gondolom, hogy a legdrágább fogyasztás, amivel valaha én találkoztam, egy kiló kerozin az nagyjából kétszeres a 95-ös benzinnek, úgyhogy ez nem lenne olcsó Fehérvárra menni vele. Oké, srácok, szóval amit most fogunk csinálni, az, hogy kipróbálunk egy szimulátort, fogjátok látni magát a képet, meg engem is, ahogy ezt nyomom. Itt vannak egyébként különféle műszerek, mindent megtalálhatunk, van itt gázkar, meg itt van maga az irányító, hogy hívják ezt? Botkormány, tényleg. És akkor elméleti szinten, ha most jól csinálom, akkor teljes gáz adta,
És ott azokat a piros pontokat, hogyha megnézitek, azok az ellenségek. És hűha, lehet béna leszek, de megpróbálom az egyiket legalább kilőni. Ha jól emlékszem, meg kell várni, amíg bedetekteli gyakorlatilag. Talán túl gyorsan jövünk. Egyébként nekem nagyon tetszik ez, kéne otthonra egy ilyen. Nyilván nem lesz. Na meg vannak itt lent a földön is különböző ilyen célpontok. Aha, de ez most át van állítva, várjál csak. Igen, hogyha ezeket lövöm, nézd csak akkor, és ha eltalálom pontosan, ami nem nagyon sikerül most, legalább egyet. Á, nem sikerül. Ezt most valahogy visszahúztam, fogalmam sincs, hogy hogyan. Várjatok csak. Ezzel vissza. Az a baj, nem mindig tudom, hogy pontosan mit csinálok, de ez azért van, mert annyi információ van itt, amit egy pilotának figyelnie kell. Nem feltétlen én vagyok rá a legjobb megoldás, hogy ezt irányítsam. Úgyhogy szerintem, hogyha rajtam múlna, akkor valószínűleg nem nagyon nyernénk a háborúba. Lehet egyébként, hogy meg tudnám szokni, ugye repülni alapvetően szeretünk. Istivel szoktunk ugye War Thunderre játszani, de hát azért ez nyilván teljesen más. Most azt csinálom, hogy próbálunk keresni egy ellenséget. Na várjál, mert most aztán... Fejjel lefele vagyunk. Kifordítottuk. Igen. Ez az, amit néztünk kint. Ez az, amit néztünk, és erre mondtam azt, hogy milyen sok üzemanyagot eléget. Ah, rohadt jól néz ki. Kívülről is nekem kell egy ilyen srácok. Nem akarok senkit szétlőni vele, csak úgy hadd repkedjek már. Figyeljé, mehet az első elméletileg. Igen. Húha, nagyon nyomjuk itt neki. És mehet a második? Hogy az már céltévesztett talán? Ah, na most magamtól meg volt, amire én elég büszke vagyok. Oké? Okay. És elméletileg lehet ezzel eléggé lefele is szállni. Kipróbálunk még egy olyat, hogy lemegyünk. Azt mondták, hogy elméletileg ugye nyilván lehet vele elég közel a földhöz. Nyilván egy gyakorlottabb ember kéne ahhoz, de azért megpróbálunk mi is alacsonyra menni. Ez 100 méteren vagyunk talán, hogyha jól látom. Viszont a sebesség talán túl nagy. Úgyhogy kicsit próbálunk lassítani. Aha, és akkor most az egy 30 méteren, 40 méteren repkedünk. Megnézzük, hogy még mit tudunk kihozni belőle. Ajaj, figyeljé! Hallod? Ugye pilótának kéne lennem. Most ami még lesz, az lesz, hogy Istvánnal arra jutottunk, arra a következtetésre, hogy mindenféleképpen innen le kéne, hogy ugorjunk. Úgyhogy valószínűleg lefogunk, tudjátok, hogy nekem tériszonyom van, meg minden bajom van. Viszont ezzel lefogunk, és mit érnek róla? Semmit, mert ez a helikopterre vonatkozik. Úgyhogy, hát nem is tudom, hogy hogyan kell, de nézzük. Oké, tehát kettőféle van. Ugye az egyik az nagyobb, a másik kisebb. Igen. És azt ajánlod, én hogy... Azt mondom, hogy először próbáltam a kisebbet, az kb. Egy ilyen 4 méteres vonás, 3,5-4 méter. És hogyha jól ugrottatok és jól éreztétek magatokat, akkor mehettek nyugodtan a magasabb szintre. Ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy 6 métert fog zuhanni, az kb. 1,5 másodperc lesz, mire leérkezel. És ugye itt látható az eszköz, ez pedig ugye úgy néz ki a sztori, hogy itt a légcsatornákon áramlik a levegő, tehát teljesen elnyeri a becsapódás erejét. Egyébként ide pedig, hát ugye nyilvánvalóan ugye ez az eszköz ez ilyen szórakoztató jelleggel 8 méteres ugrás szintet gyártottunk le, egyébként meg tényleg ilyen amerikai kaszkadőrök 40-50 méterről is ugranak le, tehát úgy néz ki a dolog, hogy teljesen elnyeli a becsapódás erejét, tehát amikor te leérkezel, akkor a levegő kijön, és te jóformán nem fogsz semmit érezni. Kb. Másfél métert fog még süppedni az eszközünk az airbag, mire eléred azt a szintet, amikor itt teljesen lelassulsz és megállsz. Szóval hogy azt mondják, hogy egyébként hátra kéne érkezni, de azért srácok, így nem látszik nagynak, egyáltalán nem látszik nagynak, viszont az előbb fent volt ott a csávó, egy csávó, és totálisan láttam, hogy megijedt. Úgyhogy én, aki még tériszonyos vagyok, valószínűleg meg fogok jobban ijedni. Hát nézzük meg, jó? Nézzük meg. Szerintem a kisebbről fogunk ugrani mindenképpen, csak a 4 méteresről. Lábra!
abban, hogy ez nem olyan volt, amilyenre én gondoltam. De nem sok minden látszik belőle, de rohadt jó. Semmit nem érzel. Oké. Okay. De fölmenni szarra szalottam. De úgy is, hát ott van egy ilyen húzóckodó, meg van lépcső. Oké, okay, szóval valószínűleg az Isti nem fog leugrani, srácok, mert rohadtul fosatos. Csak nem akartam neki mondani. Sokkal rosszabb, mint amire számítottam. 3-4 méter, de a zuhanás érzed. Tehát konkrétan érzed. Nem az, hogy egy kicsit ugrasz, hanem konkrétan érzed a zuhanást. Brutális. Úgyhogy, hát megnézzük most az Istit, hogy amikor ott kijön, milyen feje lesz. Uram, adja! Hol lesz a nyelot? Hú, bazd meg! Bazd meg, nem bírom! Gyerünk! De te nem úgy ugrottál, ahogy kellett! Véletlen! Aha! Nekem azt mondja, hogy így segre kell esni! Nem tudsz szaltozni? Szaltom, mennyire nem fog szaltozni. Bassz meg! Hogy merti leugrani? De nem fáj, meg semmit nem érzel. Több mindegy, magasan van. Eddig egy perce félsz. Jó, hagyjuk! Nagyon jó volt lejönni. A létre, tudod, hogy jöttem le is seggel, tudod, mint a rák. Te is ugrottál? Nem. Akkor de hülye vagy. Na, crack. Próbáljátok meg ti is. Crack. Én biztos nem. Próbáld ki! Király volt! Crack! Na? Hogy tetszett a rendezvény? Kifejezetten jó! Ahhoz képest, hogy rendezvény, és én a rendezvényeket nem szeretem, de ez egy nagyon jó rendezvény. Tök jó cuccok vannak, azt hittem, hogy nem igaziak a repülők, de kiderült, hogy igen. Hát láttátok, hogy mik vannak itt. Egyébként szerintem egy nagy élmény, úgyhogy érdemes eljönni ide, mit tudom én egyszer. Azért itt van Szolnokon, úgyhogy ennyi, meg egy Bambi.